2014. augusztus 13-a és 17-e között rendezik meg a berlini úszó Európa-bajnokságot. Elsősorban erre készül Gyurta Dániel, aki április végétől egészen május 21-éig 3 héten át Hódmezővásárhelyen tölti edzése alapozó szakaszát. Az alapozó időszaknak a vége felé kezdünk járni, és hát nagyon, nagy örömmel mondhatom azt, hogy a tavalyi évnél picivel jobban állok, és a tavalyi évem az én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az idei évem is hasonló lesz, amit nagyon fontos elmondanom, hogy ez az idei év ez nagyon fontos, hiszen nyáron lesz egy Európa-bajnokság, illetve évvége lesz egy rövid perc VB, de most tudunk egy picit igazából újabb dolgokat kipróbálni, amit majd a riói felkészülésbe vagy beépítünk, vagy nem. A közelgő EB-n 50, 100 és 200 mellen, illetve vegyes váltóban és mix váltóban is indulna az olimpikon. Ám mit mondja, ma már nem léteznek általában vett mellúszók, specializálódik a mezőny. Így Dani edzéseit főként főverseny számára a 200 merre állítják össze, de olimpiai szám lévén 100 méter mellen is szeretne jól szerepelni. A felkészülés alapozó szakaszában a napi 15-17 km táv megtétele sem kivételes, amelyhez ideális a vásárhelyi úszoda. Mi azért is szeretünk ide járni, amellett, hogy picit ez már babona és hagyomány és kabala, hogy mi ide eljövünk minden évben háromszor edzőtáborozni, amellett mi úgy gondolunk a hódmezővásárhelyi úszodára és a létesítményre, hogy az olimpiai felkészülésünknek egy nagyon jó lehetősége, és nagyon jó itt a létesítmény. Azt gondolom, az ország egyik legjobb úszodájában van szerencsénk ilyenkor edzőtáborozni. 2016-ban ifjúsági EB is lesz majd itt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség itt a jövőbeli fiataloknak, hogy itt megkezdjék a pályafutásukat. Gyurta Dániel testvérével, Gergellyel, valamint az UTE hétfős úszócsapatával, edzőkkel és masszőrökkel együtt egy 11 fős tímmel tölti edzőtáborát Hódmezővásárhelyen. Legközelebb július közepétől augusztus közepéig vendégeskedik majd újra a városban.